Óbecse község képviselőtestületi ülésén tegnap megvitatták a felügyelőbizottság tagjainak kinevezését a Kommunálác és a Vodokánál közvállalatokban. Nevezetesen az ellenzék észrevételezte, hogy a tagok kinevezésekor a munkavállalók közül nem tartották tiszteletben a törvényi rendelkezéseket, és hogy a Kommunálác közvállalat statútumát elmondásuk szerint nem hangolták össze a közvállalatokról szóló törvénnyel. A direktor nem môže predložiť. Az igazgatónak nem áll jogában megnevezni és javasolni tagokat a felügyelőbizottságba. Azt gondolom, hogy már ez is elég ok ahhoz, hogy visszavonják a jelölteket. Minden kérdés legfőbb kérdése pedig az, hogy mi alapján nevezték meg a bizottság többi tagját. Jó, egy tagot az igazgató javasolt a munkavállalók soraiból, és én le is szögeztem, hogy ezt így nem lehet a törvény szerint. Szóval a többieket hogyan választották ki? Én nem látom azt, hogy az igazgató javasolta volna a tagokat. Az igazgató csak aláírta a dokumentumot, úgyhogy ön ismét elhanyagolta a tényeket. Ugyanis balról látható az Óbecsei Kommunálát szakszervezet elnökének aláírása. Megvan a statútummal meghatározott törvényes módja a felügyelőbizottsági tagok megválasztásának a vállalat dolgozói közül. Ez vállalattól vállalatig változó lehet, de mindenképpen a szakszervezeteken keresztül zajlik. Tehát a szakszervezetek javasolják és választják ki a tagokat, és ennek alapján kerül a községi képviselőtestület elé. Az igazgató csak aláírta a dokumentumot, a szakszervezeti elnökkel együtt, tehát hangsúlyozom, nem az igazgató javasolta. Megkérem ezért, hogy ne mondjon valótlanságokat. Itt a levél, amelyben ez áll. Tárgy, javaslat a felügyelőbizottság tagjainak kiválasztására az Óbecsei Kommunálác közvállalat dolgozóinak soraiból. A lefolytatott folyamat alapján, amely a felügyelőbizottság tagjának megnevezésére irányult az Óbecsei Kommunálác közvállalat dolgozóinak soraiból, amit a Kommunálác közvállalat statútumának 26-os szakasza 6. tétele alapján bonyolítottunk le. Tomásevics hozzátette, hogy minden javasolt jelölt megfelel a törvényes követelményeknek ahhoz, hogy tagja legyen a felügyelőbizottságnak. Így elnöknek Liljana Andricset nevezték ki. Tagjai pedig Biljana Miskovics és Rádes Sibalics. Van-e észrevétele a megnevezett tagok törvényes feltételeivel kapcsolatosan? Ezt mondja meg nekem. Hagyja most azt, hogy ki javasolta őket. Ők a törvénnyel és előírással összhangban lettek javasolva. Vagy legyen szíves és idézze azt a törvényt, illetve előírást, amely kimondja, hogy nem lettek törvényes módon javasolva. A dokumentumban az áll, hogy az igazgató javasolja a jelöltet a dolgozók soraiból. Ez egy hivatalos dokumentum, amit én megkaptam. A törvényben pedig világosan az áll, hogy ezt az igazgató nem teheti meg. Önök azt állítják, hogy megteheti, mert a vállalat statútuma ezt megengedi. És azt is állítják, hogy nem lett megszegve a törvény. Ezt majd a polgárok eldöntik, hogy kinek van igaza. Önöknek vagy nekem. A Vodokánál közvállalat felügyelőbizottsága elnökének Bojan Gyurovicsot nevezték ki, tagja pedig Gorán Mátics lett. Elfogadták a Link FTO cég tavalyi munkájáról szóló jelentést, valamint a cég felszámolásához való csatlakozásról szóló határozatot. Elfogadták továbbá a korrupció elleni küzdelemről szóló helyi cselekvési terv végrehajtását nyomon követő munkacsoport létrehozásáról szóló határozatot, valamint Óbecse község területén lévő önkormányzati területekről szóló határozatot is. Az ülés végén a képviselők kérdései következtek. Ki és mi alapján angazsálta Ivana Jordán esztrád művészt, hogy fellépjen Óbecsén, és ez mennyibe került Óbecse község polgárainak? A következő kérdésem, hogy mikor fog elkezdődni a bejelentett Szever Gyurkics általános iskola felújítása? Kié a felelősség a Milos Czernyánszky utca felújítási munkálatai befejezésének ekkora késése miatt? Mikor fejeződik be végre a csillagkörforgalom építése? Milyen hosszú a garancia ideje annak a körforgalomnak, amely Újvidék felől található Óbecse bejáratánál? Belettek-e jelentve az aszfalt repedései és a nem működő légköri szennyvízhálózat, illetve ennek elvezetése? Mikor lesz rendbetéve a bejelentett zöld terület a Mátia Gubec és a Jován Zmáj utcák kereszteződésénél, és a trafóállomás eltávolítása, amit erős kritikákkal illettek az itt élő polgárok? Tari István képviselő kérdést intézett a község elnökéhez azzal kapcsolatban, hogy a Nesztor Dzsilitov utca lakóinak meg lesz-e térítve az a kár, amit elmondása szerint a Milos Czernyánszky utca felújításakor okoztak.